Hát, sziasztok, itt vagyok egy videóval, és ez nem más lesz, mint OBS tutoriál. Jaj, bocsánat. Na szóval, itt van nekünk az OBS-ünk, ugyebár. Ugye az új OBS verzió az a 20... Ez idegesít. Szóval... Az OBS-nak az új verziója, ez egyébként az OBS Studio, én az OBS Studio-t használom, nem magát, a Streamlabs OBS-t használom. A Streamlabs OBS-t azt igazából a Twitch felhasználóknak van kitalálva. És hát mi, akik itt YouTube-on ragadtak, mi használjuk ezt a OBS Studio-t. Láthatjátok, 64 bites Windows-on van. És akkor 23.0.2-es verzió OBS-t használjuk. Ez igazából ez annyit tesz, hogy úgy beállítások vannak. Itt például be lehet állítani a nyelvet, milyen nyelven szeretnétek, például magyar, vagy esetleg angol, német, francia, akár mindenféle nyelv van itt. Itt be lehet állítani a témát, például ilyen téma, akkor ez az alaptémája, ez a rikító fehér, ugye, ez meg a másik. Én ezt használom, nekem ez tetszik, én ezt használom, kész. Utána vannak ezek a párbeszéd, panel, párbeszéd. Ez az automatikus felvétel, ez akkor jó, hogyha ugye ezzel az OBS-en elméletileg lehet Twitch-en is streamelni. És ez arra jó, hogyha elindítod a streamet, akkor azt az OBS automatikusan felveszi neked. És így ezt így föl tudod tölteni YouTube-ra. Na, itt van az a lényeges, amit ugye sokan nem tudtok, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Ezt úgy kell, hogy ugye itt meg vannak adva az egyedi platformok. Restream, akkor azt dupla helyre tudod streamelni, YouTube-ra, ugye, és Twitch-re. Akkor van külön olyan lehetőség, hogy Facebook Live. Lehet, hogy Facebookon is tudunk egy live-ot, majd egyszer, nem mindegy. És van a Twitch, ugye a YouTube, itt van a YouTube. És akkor nektek az a backup kell, és ide, ha rámentek, akkor bedob titeket egy ilyen helyre. És akkor egybe bedob titeket ide, és nektek ez a kód kell, a stream kód. Ez a kód itt. Nem ez, hanem ez. De és még sokan azt se tudjátok, hogy nem ezt a linket kell megadni, hogyha streameltek, hanem itt van ezt. Ezt a linket kell megadni, természetesen, hogyha streameltek. Ezt kell megadni, hogyha streameltek, természetesen. Akkor a kimenet, foglalkozunk a kimenettel. Ugye itt van az egyszerű kimenet. Bocsánat. Itt van a streamelés, hogy nekem videókártyám van. A hardware az ugye a videókártya. A szoftver pedig a processzor, és ezt attól függ, hogy melyik az erősebb neked, a processzor. A videókártya neked az erősebb, szóval döntsétek el, hogy melyik. Hogy nektek melyik az erősebb. Ugye ez az audiónak a bitsebessége, ez igazából lényegtelen, hogy hányason van. De a videó bitsebességbe se tudok segíteni, mert hogy ez attól függ, hogy mekkora a feltöltésetek. Ugye minél nagyobb feltöltésetek, annál nagyobb bitsebességgel tudtok streamelni, és az annál jobb minőséget hoz, természetesen. Itt van az audióban ugye én ezt az újat használom, ez azt csinál, ugye van a szoftver, vagyis a videókártya, a processzor az ugye processzor, a OBS azt terheli le egyértelműen. Az Nvidia, vagyis maga a videókártya, ez azt csinálja, hogy a videókártyából a jelet elküldi a memóriának, a memória meg visszaküldi a videókártyának, és a videókártyából kapjátok a jelet. De például ez az újítása, ez nekem ez az újítása nagyon tetszik, mert hogy ez az újítása annyit tud, hogy nem küldi tovább a memóriának az adott képet, hanem a videókártyán belül kerinteti azt a képet, és ti azt látjátok. Szóval töredezetmentesítés is van benne, vagy valami ilyesmi, szóval nem fog akadozni, nem lesz annyira pixeles, ugye, ahogy láthatjátok, nálam sem annyira pixelesek már, mint eddig voltak, szóval igyekszem. Ugye itt tudjátok beállítani, hogy milyen minta
vételezésű legyen a csatornánk, ugye természetesen apját a sztereó, és be tudtok állítani különböző audiókat. Itt például be tudjátok állítani, milyen késleltetés legyen. Akkor itt van a videó, ez ugye fontos, hogy az alapvászon az a az alapvászon az az, hogy a monitorodnak a felbontása. A kimeneti skálázott felbontás az meg az, hogy amit a nézőid látnak, mint maga felbontás. Én például ezt használom, hogy láncos, élesített méretezés, 32-es minta. És ugye 30 fps, mert a 60-hoz ugye nincs netem. Ugye itt vannak a gyors beállítások, felvétel leállítása, ilyen egyszerű a dolgok, mutassa a lúcot, elrejti a lúcot. Meg ugye hát itt egy jeleneteket lehet elrejtegetni és előhozni különböző gomb kombinációkkal. És hát elékeztünk a legutolsóhoz, itt igazából a videó, hogy megjelenítő, milyen megjelenítője legyen, itt a streamben késleltetést tudtok, max 4 megát használ. És hát az IP címet ugye azt a alapból megadja nektek, alapból felismeri, és ugye általában, hogyha letöltitek, akkor a internetetekhez fogja mérni a bitsebességet, ugye, ami itt van. Ezt a bitsebességet igazából rosszul méri be, mert valakinek többet mutat, mint amennyit bír az internete, valakinek kevesebbet mutat belőle az internet, valakinek kevesebbet állít be, mint amennyit bír az internete, szóval ez változó, nektek kell kitapasztalni. Hát ennyi is lett volna ez a kisebb OBS tutoriál, remélem sokat segítettem. Sziasztok, Andris Sama voltam, sziasztok.